1990-ben vásárolta meg a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet az egykori, akkor romos Kovács műhely épületét. Az épületecske egyébként nem csak a műhelyt tartalmazza, hanem egy lakást is befogadott magába. Az akkor nagyon romos és rossz állapotban lévő épület utóbb kiderült a 18. században épült, viszont érdemes volt arra, hogy az egylet gondoskodjon róla. Felújításra közadakozásból, illetve céges támogatásból jutott az egylet támogatáshoz. Jellegzetesen egy ilyen miniskanzenszerű létesítmény alakult ki a tájházak jellegzetes típusaként. A berendezés institú próbálja bemutatni a Kovács műhelynek a működési rendszerét, elvét. Egyébként olykor kovácsokat is fogad ez az épület. Nem olyan régen látványkovácsolással bérelték ki. A műhely mellett van két helyiség, az egyik egy lakószoba, a másik pedig egy konyhaszakasz. A konyhába kerültek be azok a háztartási eszközök, amik a faluból gyűjtéssel kerültek ide az épületbe. Ugyanúgy egyébként a lakószoba is így kapott bútorozást. A Kovács műhely, illetve ez az épület, mint múzeális egység. A jövőre vonatkoztatva az egylet szeretné ezt a telket újra a közösségnek átadni. A Kovács műhely, mint helyi érték, bekerült egyébként a Kapolcsi értéktárba, alapvetően mint épített örökség. Ez valószínűleg ez egy külön kis kincses doboza magának a falunak, talán abban más, mint a többi épület, hogy itt, mint egy muzealizált környezetben láthatjuk a Kapolcsi értékmegőrzésnek a lényegét.